belekottálkodtam az evolúcióba. Mert én ugyan fizikus vagyok, de érdekel az evolúció, és rögtön hatalmas felfedezést tettem. Micsoda az evolúció? Ugye az evolúció az arról szól, hogy kifejlődnek ilyen-olyan fajok, fajták, és az, amelyik életképes, az megmarad, amelyik meg életképtelen, az kipusztul. Milyen problémával foglalkoztam? Az alapprobléma az, hogy az evolúció hogy csinálta meg, hogy pontosan a földigén a lábunk. Mert ugye, hogyha lehetne, hogy idáig ér a lábunk, vagy az is lehet, hogy hosszabb lenne és belenyúlna a földbe. De nem, az emberek nagy többségének pont a földig ér a lába. És az hogy alakulhatott ki? Hát az ős-ős időkben, még amikor már nagyon ős emberek voltak, akkor háromféle ember volt. Volt, akinek pont a földig ért a lába, volt, akinek rövidebb volt valamennyivel, és akkor az itt a levegőben volt. Meg volt, akinek hosszabb volt a lába, az még belenyúlt a földbe. És ugye ezek itt a békességben éltek, ez a háromféle népség. Még egyszer aztán megjelentek az alienek, meg a ragadozók. Na most mi történt azzal, akinek pontosan földig ért a lába? Jött a ragadozó, Jóska, jön a ragadozó, elszaladt. És minden gond nélkül elszaladt. Na most akinek nem ért a földig a lába, hát én demonstrálni tudom, idáig ért a lába, hát az nem tud szaladni. Nem tudott elmenekülni, csak kapálózott a levegőben, én is, hogyha csak az egyik lábam ér a földig, akkor lassan tudok haladni. Gondoljátok el, hogyha egyik se érne a földig, akkor még akkor abszolút nem tudnék haladni. Jött az alien, meg a ragadozó, elkapta. Elkapta, akinek nem ért a földig a lába, elkapta, kipusztult. Az a fajta kipusztult. Na most mi volt azzal, akinek túl hosszú volt a lába? Hát azt nem tudom, hogy demonstrálni, de mondjuk el tudjuk képzelni, hogy a strandon valaki eddig benne van a homokban, az nem tud haladni. Tehát elesik, hogyha megpróbál haladni. Jött az alien, meg a ragadozó, elkapta, megette. Az is kipusztult. Megmaradtak azok az emberek, akinek pontosan a földig ért a lába. De azért voltak kivételek, mert akinek nem ért egyik lába se a földre, de annyira elhizkélt a levegőbe, hogy kicsit följebb tudott emelkedni, akkor hiába jött az alien, nem ért el. Azok a kivételek, azok meg tudtak maradni, azokból lettek a pilóták, az ejtőernyősök, a villanydrótszerelők, meg hasonló népek. Akik meg már annyira benne voltak a földbe, hogy le tudtak húzódni, azt se tudta elkapni az alien, mert azok meg bebújtak a földbe. És akkor azok is megúztak, hát ők is kivételek voltak, azokból lettek a metrósok, a bányászok, meg az ilyen hasonló föld alatti dolgozók. És hát ez így volt, és honnan lehet, milyen bizonyítékunk van erre az elméletre? Hát kérem szépen, sok leletet látunk, hogy a lősebbennek a nyoma benne van a kőbe. Lehet látni ilyen felvételeket, lehet látni, mitől 1 centire, 2 centire kőbe van a nyoma. Na most nyilván, hogy ő nem tudott menni, de a nyoma megmaradt, és hát nem kipusztult, mert látunk ma olyan embert, akinek benne van a főt a láb? Nem látunk. Hát ez bizonyítja az elméletemet. Akár hiszitek, akár nem, az így volt. Járjátok utána. Amikor már a kezemben van egy csörgő, akkor egy kicsit komolyabbat. Ez egy ismert Csángó dal, de én ezt egy valahogy másképpen tanultam meg, és akkor ez eredeti dal az lemondva, ez egy kicsit olyan, hogy ellenálló. Felsütött a napsugár. Mikor menek hazafele, mindig közelik három felem. Azért nyílik három felem, hogy én mennek hazafelem. Felsütött a napsugára, minden ember a lakjára. Ja Istenem, mi az oka? Az enyémre nem sűnt soha. Úgy meg vagyok én átkozva, az enyémre nem sűnt soha.
bobám, kedves bobám, tovább te kívánj réjám. Elég által, alatt vagyok, az idegen földön vagyok. Idegenek, idegenek, ne egyetek meg engem. Idegenek, idegenek, ne egyetek meg engem. Megemlítek a lelkemet, idegenek, idegenek. Idegenek, idegenek, hagyjatok fékét, ha déljek. Idegen föld az én hazánk, minden emberejre csapám. Idegen föld az én hazánk, minden asszom édesanyám. Mert én is oda való vagyok, hol a legszebb csillag ragyog. Én is oda való vagyok, hol a legszebb csillag ragyog. Én is oda való vagyok, hol a legszebb csillag ragyog.